adta át ingyen a tűzoltóságokat. Ötödik rész a finanszírozási kérdések. Manapság egyre gyakoribbá váló, nem tervezett, de azonnali beavatkozásokat igénylő katasztrófahelyzetek megoldása pénzügyi forrást igényel, melynek fedezetéül a katasztrófa elhárítási cél előirányzat szolgál. Azonnal leívható forrás fedezetet biztosít a szakszerű és hatékony beavatkozáshoz hiányzó anyagi, technikai feltételek pótlásához, valamint az állam általi helytálláshoz. A cél előirányzat bevételeit a katasztrófavédelmi bírság, a veszélyes áruszállítással kapcsolatban a katasztrófavédelmi hatóság által kivetett bírság, valamint a katasztrófavédelmi hozzájárulásból származó összegek képezik. A törvényjavaslat alapján a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek és a küszöbérték alatti üzemek üzemeltetői, valamint veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerint veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek az éves tárolt, gyártott és feldolgozott veszélyes áru mennyiségére vonatkozó éves nettó árbevétel 0,1%-át kötelesek katasztrófavédelmi hozzájárulás címén befizetni a központi költségvetésben. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat beterjesztésekor arra törekedtünk, hogy kihangsúlyozzuk az általunk legfontosabbnak ítélt kérdéseket, azokat, amelyeket a jövő szempontjából meghatározónak tartunk a katasztrófák elleni védekezés irányításában, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elkerülése érdekében. Nyitottak vagyunk minden javaslatra, amely arra irányul, hogy jobbítsa a törvényben megfogalmazottakat, a katasztrófák elleni védekezést a jövőben hatékonyabbá és még eredményesebbé tegye. Kérem a tisztelt országgyűlést a törvényjavaslatot megvitatni, támogatni és majd elfogadni szíveskedjen. Köszönöm, megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most a bizottsági vélemények ismertetésére kerül sor a napi rendi ajánlás szerinti 5-5 perces időkeretben. Elsőnek megadom a szót Kulcsár József képviselő úrnak, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés! A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság június 14-én megvitatta a TPER 3499-es számú törvényjavaslatot, és 17 egyhangú igen szavazattal általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Fülöp Istvánnak, a Fenntartható Fejlődés Bizottsága előadójának. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt főigazgató és kedves munkatársaim, tisztelt képviselőtársaim. Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága a 2011. június 27-i ülésén megvitatta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló javaslat általános vitára alkalmasságát. A bizottság a törvényjavaslat általános vitára bocsátását 15 igen, egy nem szavazattal és két tartózkodással támogatta. Többségi véleményünk szerint a katasztrófavédelem új átfogó szabályozásának fontosságára az elmúlt időszak súlyos ipari és természeti katasztrófái hívták fel a figyelmet. Példaként említhetjük itt az ár- és belvizeket, de a vörösiszap katasztrófát is. A kolontári katasztrófa után kialakult helyzeten az illetékes védelmi bizottság, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a katonaság és a vízügyi szakemberek bár emberfeletti erőfeszítésekkel, de úrrá lettek. Ugyanakkor az is egyértelművé lett, hogy az új szabályozás szükséges a védekezés irányítása és a szakmai feladatok hatékonyabb koordinálása érdekében. Különösen sürgető ez annak fényében, hogy a jelenlegi törvény hatályba lépése óta megnőtt a lakosságot, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető természeti és ökológiai katasztrófák száma,
és többször adódtak olyan problémák, amelyek egyszerre különböző fajtájú és szintű beavatkozásokat igényeltek. Mindezek figyelembevételével támogattuk a bizottsági tárgyalás során a javaslat általános vitára bocsátását, ugyanis azt alkalmasnak tartjuk a katasztrófák elleni védekezés hatékonyabbá tételére, különös tekintettel a veszélyes anyagokkal kapcsolatos emberéletet, környezetet súlyosan károsító balesetek elleni védelem erősítését. Többségi véleményünk szerint üdvözlendő a hatósági tevékenység egyszerűsítése, a hatósági engedélyezési és ellenőrzési rendszer hatékonyabbá tétele érdekében, valamint a veszélyes anyagok vasúti, légi és vízi szállításánál a hivatásos katasztrófavédelmi szerv önálló ellenőrzési jogkörének megteremtésen. Tisztelt képviselőtársaim! Kiemelt környezetvédelmi vonatkozásai miatt külön üdvözöljük, hogy a törvényjavaslat elfogadása esetén bevezetésre kerül az ipari üzemek biztonságos működésének ellenőrzésére alkalmas iparbiztonsági, hatósági eszköz és intézményrendszer. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a katasztrófavédelmi törvénybe beépítésre kerül a polgári védelemre vonatkozó szabályozás, amitől a polgári védelem szerepének erősödését várjuk. Végezetül üdvözöljük, hogy a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás integrálásával megszűnik az a visszásság, hogy egy nem katonai típusú különleges jogrendszerre vonatkozó szabályozást a honvédelmi törvény tartalmaz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most megadom a szót Pál Tibor képviselő úrnak, aki az Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottság kisebbségi véleményét ismerteti. Parancsoljon, képviselő úr! Elnök úr, köszönöm a szót! Tisztelt háztisztelt képviselőtársaim! Az Önkormányzati Bizottság június 15-én megtárgyalt az előttünk lévő törvényjavaslatot. Természetesen önkormányzati szemmel néztük azt, és ez volt a meghatározó, amikor véleményünket kialakítottuk. Mielőtt azért a kisebbségi véleményt elmondom, jelzem önöknek, hogy kisebbségi véleménytől függetlenül, politikai hovatartozástól függetlenül mindenki elismerően szólt a katasztrófavédelem eddigi munkájáról, mindenki elismerését fejezte ki a tűzoltóság, az önkormányzati tűzoltóság, az önkéntes tűzoltóság eddigi munkájáért. Ez a bizottságban valójában egyhangú vélemény volt a törvényjavaslat kapcsán. Nos, a bizottság kisebbségi véleményeként, és hát azt mondjuk, hogy még a kormánypárti képviselők is megerősítették, hogy azért ez a 110 oldalas törvénytervezet elég későn jelent meg, és kevés idő volt az elolvasására, a feldolgozására, tekintve azt is, hogy 173 paragrafus volt, és összességében azt lehetett megállapítani, hogy jobb lett volna, ha egy kicsit több idő adódik arra, hogy ezt átnézhessük és felkészüljünk a bizottsági vitára. Megfogalmazódott az is, hogy szakmailag valóban vannak benne jó kezdeményezések, de a leggyengébb része azért a finanszírozási rész, amiből azért általában a konfliktusok, az önkormányzat, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság között kialakul. Ez a része talán a leggyengébb ennek a törvényjavaslatnak. A felvezető beszédében államtitkár úr utalt már a kártérítés kérdésére, nevezetesen az önkormányzati vagyon a tűzoltósági laktanyák visszaadására az állam részére. Ez a bizottság ülésen is felvetődött kérdésként. Ott egyébként tényleg azt kell, hogy mondjam, nem csak ellenzék, hanem kormánypárti képviselők is kérdést fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy nem az eredeti vagyont, mert az valóban ingyen került az önkormányzatokhoz, de azóta nagyon komoly fejlesztések történtek. Laktanyafejlesztés, eszközfejlesztés, az önkormányzatok komoly forrásokat adtak ahhoz, hogy új gépeket, eszközöket vásároljanak az önkormányzatok. Ennek valamifajta kártérítése jó lett volna, hogyha szerepel a törvényben. Erre ott egyébként a bizottsági vitában sem kaptunk választ. Jó lenne, hogy esetleg most az általános vita kapcsán azért erre kitérnénk. A ma még közterületinek hívott, de később majdan önkormányzatiként működő tűzoltóságok esetében az volt a kérdés, hogy a finanszírozás hogyan történik. Ugyan a törvény nagyon részletesen utal arra, hogy a szerződésben mi mindennek kell benne lennie, de a finanszírozás esetében egy lehetőséget ad csak.
az vetődött fel a bizottsági ülésen, és erre egyébként majd módosító indítványt is beadunk, hogy jó lenne, hogyha ez a finanszírozás normatív alapon történne, hiszen ezek a tűzoltóságok ma az ország területének az 1/5-ét, 20%-át fedik le, ott látnak el nagyon szakszerű feladatot. A bizottsági ülésen azért, mikor a forrásokról beszéltünk, akkor az ülés végére megtaláltuk azt a törvénybe, hogy valójában honnan is lesz erre pénz, hát nem máshonnan, mint egy új adó kivetéséből, amely új adót ugye katasztrófavédelmi adónak vagy hozzájárulásnak hív a törvény. Miközben egyébként arról szól minden hozzászólás, hogy a kis adókat szeretné a kormány kivezetni, eközben azt látjuk, hogy a hamburger adót is bevezeti, szó van itt már kutyaadóról, kéményadóról és egyebekről. Többek közt ebben a törvényben is látszott, és ott a bizottság ülésen szóba is került, hogy a katasztrófavédelmi hozzájárulás az nem más, mint egy új adó bevezetése. Ugyanígy forrásként ugye szerepelhet a katasztrófavédelmi bírság, amely nagyon érdekes a törvényből látszik, hogy egy érdekeltségi alapon működő bírság. Valójában az látszik, hogy abban érdekelt a szervezet, hogy minél több bírságot vessen ki, hiszen a működtetését, a fenntartását ebből az összegből kívánja fedezni. Tehát a forrás valójában az adó, és ez a bírság, ami a törvényből kiderült. És hát nagyon sokan, különösen kormánypárti képviselők nehezményezték a bizottság ülésen, hogy folytatódik az a tendencia, hogy a kormány az önkormányzatok számára forrás nélkül különböző feladatokat ad. Ilyen a közbiztonsági referens alkalmazása, a polgári védelmi szervezet felállítása, és ilyen a tűzbiztonsági tervezőnek a bevonása a tervezések, a felújítások esetében. Ez nem jelent mást, mint az önkormányzat számára plusz kiadásokat jelent, megdrágítja egy-egy fejlesztés vagy beruházás költségét, hiszen olyan személyeket kell alkalmazni, amelyeket a szakmai lobbik hoznak be. Ilyen egyébként már sok minden volt. Tehát az látszott, és ezt ott pont a kormánypárti képviselők nehezményeztek, hogy ez nem egy szerencsés folyamat. A végén az vetődött fel, hogy összességében nem lehetett megállapítani a törvényből, hogy mitől lesz majd hatékonyabb, jobb és olcsóbb ez a törvény és ez a rendszer, mint amilyen jelenleg van. Összességében inkább egy mamut szervezetről lehet beszélni, mint egy hatékony, rugalmas szervezetről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. 30-30 perces időkeretben, ezek közben 2 perces felszólalásokra nincs lehetőség. Tájékoztatom önöket, hogy a felszólalók az alábbi sorrend szerint fognak felszólalni. Kulcsár József Ferenc, majd őt Pál Tibor, őt Volner János és végül Szilágyi László képviselő úr fogják követni. És arról is tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a Keresztény Demokrata Néppárt képviselőcsoportja jelezte, hogy a frakció álláspontját a vita későbbi szakaszában fogják ismertetni. Elsőnek tehát megadom a szót Kulcsár Józsefnek, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A mai napon az országgyűlés megkezdi a katasztrófa védelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Az árvizek, a belvíz és a vörösiszap okozta hatalmas károk minden erőfeszítés ellenére családok százait sújtották az elmúlt évben is. Anyagi javakat tettek tönkre. Mindez azt bizonyítja, hogy a kormány javaslata alapján a tisztelt háznak olyan lépést kell tennie, amely biztosítja, hogy természeti vagy ipari katasztrófa bekövetkezése esetén a védekezés és annak irányítása a leghatékonyabban történhessen meg. Az új szabályozás több törvény módosítást érint. Az új törvény szükségességének legfőbb indokait a következőben szeretném összefoglalni. A civilizációs szint növekedésére, a veszélyforrások egyre sokrétűbb válására utalni mindenképpen szükséges és fontos. Rendkívül jelentős ökológiai természeti változásokkal kell ma szembesülni azoknak, akik az érintett területeken dolgoznak. És nap mint nap tapasztalhatják, hogy miközben egyre több nyilvántartási és figyelő rendszer épül ki, ezek a lépéstartás tekintetében bizony állandó korrekcióra kényszerülnek azokkal a gyorsan fejlődő gazdasági viszonyokkal, amelyek gyakran magukba hordozzák a veszélyforrásokat, a katasztrófa forrásokat. Mindez fontos elkötelezettséget jelent, fel kell vállalni a civil társadalom,
a lakókörnyezet, a lakosság védelmét. Külön aktualitást ad a dolgoknak az, hogy az elmúlt egy évben bennünket számtalan katasztrófa sújtott. Elég itt a vörösi katasztrófára, árvizekre, belvizekre utalni. Emberi sorsok, közösségek sorsa fordul meg szemünk láttára. Egyszerre láthattuk lenyűgöző lakósági összefogást, a kormányzati és a helyi szervek komoly teljesítményeit, és az azt kiszolgáltatottság, amely fejlett civilizációs szintünk ellenére is fenyeget bennünket. Fenyegeti a helyi közösségeket az egyén személyében és vagyonában egyaránt. A katasztrófavédelem fontosságára a jelentősebb hatású kármentesítések, a veszélyhelyzetek irányították a figyelmet. A katasztrófavédelmi törvény hatályba lépése óta azonban megnőtt a lakosságot, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető természeti és ökológiai katasztrófák száma, összetettébbé váltak a civilizációs veszélyforrások és azok okai. Az elmúlt években többször adottak olyan problémák, amelyek egyszerre különböző fajtájú és szintű beavatkozásokat igényeltek. A társadalom jogos elvárása, hogy a bekövetkezett eseményeket szakszerűen, emberségesen végezzék el az erre hivatott szervek és szervezetek. A katasztrófavédelem nemzeti ügy, és a társadalom által elvárt szerepének betöltése megköveteli a különböző természeti és egyéb változtatásokhoz igazodó korrekciók elvégzését. Az állami szerepvállalás növelését és az igényelt fejlesztések megvalósítását. A katasztrófavédelem jelenlegi jogszabályi környezetének átfogó módosításával, az állam szerepvállalásának növelésével fokozható Magyarország területén élő lakosság életének, vagyonának biztonsága, valamint biztosítható az ország működőképességének folyamatos fenntartása. Tisztelt képviselőtársaim! Ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával a katasztrófavédelmi, polgári védelmi igazgatás átszervezésére, az irányítási rendszer egyértelműsítésére kerül sor. A változások lényegei területén így foglalhatok röviden össze. Az első nagy terület, amit érint a javaslat, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védelem erősítése. Ezen a téren a cél az, hogy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre ezek szállítására vonatkozó szabályozás egységesüljön. Ezzel a korábbinál szélesebb körben biztosítható az ilyen tevékenységekkel kapcsolatos katasztrófák megelőzhetősége. A Kolontárnál bekövetkezett vörösiszap katasztrófa is igazolta, milyen komoly környezeti katasztrófát okozhatnak az ilyen üzemekben bekövetkező balesetek. Úgy gondolom, hogy ezen tragédiák bekövetkezésének csökkenése az állami szerepvállalás fokozásával érhető el. A szigorúbb szabályozás az unió normáival sem ellentétes. Több nyugat-európai országban találunk példát hasonlóra. Fontos továbbá, hogy a potenciálisan veszélyes tevékenységek környezetében élő lakosság védelme érdekében a veszélyes tevékenységek felügyeletét egységes, iparbiztonsági, hatósági szervezet képes hatékonyan ellátni, amit a javaslat létrehoz. A következő fontos téma a lakosság védelem erősítése címmel foglalhatjuk össze. Itt szükséges volt a lakosság tájékoztatás, riasztás rendjének kialakítása. Hiányosság volt ugyanis, hogy nem biztosította a civil lakosság, tanulók, pedagógusok felkészültségét, pedig a kellő időben a lakossághoz eljutató információ akár életet is menthet. Az elmúlt évtized árvizei során az is gyakran előfordult, hogy a lakosság a hatósági figyelmeztetés és felszólítás ellenére is az életveszélyessé vált lakóépületben maradt. Ez történt például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a mentés részvevő erők határozott fellépésének köszönhetően sikerült elérni, hogy emberéletben ne essen kár. A javaslat az alaptörvénnyel összhangban tartalmazza és megújítja a különleges jogrendre vonatkozó szabályokat, illetve bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli intézkedések részletes és korábbinál hatékonyabb
védekezési lehetővé teszi a szabályozás. A szabályozás révén lehetőség nyílik a még be nem következett, de előre látható, vagy valószínűsíthető természeti katasztrofákkal kapcsolatos felkészülési tevékenység kellő időben történő megkezdésére. Ez a védekezés hatékonyságát nagyban növeli, és ezzel az emberéletben és anyagi javakban esett károk nagyságát jelentősen csökkenteni képes. A tűzvédelem állami kézben történő helyezésével egységes rendvédelmi és megfelelő szinti irányítással bíró rendszer kerül kialakításra, amely a meglévő kapacitások jobb hatásfokú kihasználásával, az erő és eszközállomány optimális tervezésével és rendszerben tartásával hatékonyabb tűzvédelmet eredményez, és az anyagi források észszerű felhasználását teszi lehetővé. A törvényjavaslatban szereplő módosítások eredményeképp egy helyi érdekektől mentes, egységes rendvédelmi és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer kerül kialakításra. A törvény tervezete alapján az önkormányzatoknak továbbra is lehetőségük nyílik arra, hogy akár önkéntes tűzoltó egyesület bevonásával, vagy a társadalom önkormányzati tűzoltásokat hozzanak létre. Tisztelt Ház! Én bízom abban, hogy a törvénytervezet széleskörű megvitatása után képes lesz egy olyan katasztrófavédelmi rendszer felé elmozdulni, elmozdítani a jelenlegit, amelyik legalább újra 10 évet kibír, mint ahogy azt a mostani rendszer is 10 évvel ezelőtt, 2000. január 1-én kezdte el a működését. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Pál Tibor képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Ház, tisztelt képviselőtársaim. A katasztrófák, a veszélyhelyzetek elhárítását végző, a tüzet oltó szervezetek kiemelt és fontos szerepet töltenek be mindennapjainkban. Sok esetben észre sem vesszük azt, hogy ezek a szervezetek rendszeresen végzik munkájukat. Talán ez a szerencsésebb helyzet, ugyanis ez azt jelenti, hogy nem történik kirívó esemény, de ez egyben azt is jelenti, hogy kiemelkedően jól végzik a munkájukat. Ahhoz, hogy minden összhangban működjön, minden összehangoltan működjön, szükség van egy olyan törvényre, ami megfelelő háttérszabályozást nyújt a terület működéséhez. Már a rendszerváltás idején is felmerült az igény, hogy szükség lenne egy egységes szabályozásra, amely a tűzoltást, a műszaki mentést, az árvizek és egyéb katasztrófák esetén egy egységes szabályozást nyújt. Ez a törvény született meg valójában 1999-ben és 2000. január 1-től lépett hatályba. Ez a törvény egy egymásra épülő, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az önkormányzatok együttműködésén és egymásra épülő, de egy egységes, működőképes rendszert hozott létre. Az elmúlt évtized igazolta, hogy a kialakított tervezési, irányítási, szervezési és működési rendszer és azok egymásra épülése alkalmasan látta el a feladatot, megfelelt a veszélyhelyzetek kezelésére. Ugyanakkor el kell ismernünk azt is, hogy 10 év hosszú idő és szükséges lehet a törvény és a rendszer felülvizsgálatára. Az elmúlt időszaknak ugyanis az volt a tapasztalata, hogy az akkor megfogalmazott törvény végrehajtása során bizony nem mindent lehetett maradéktalanul megoldani, nem mindenre lehetett maradéktalanul jó választ adni. Ennek egyrészt az volt az akadálya, hogy nem voltak források, sem a központi kormányzatnak nem volt erre megfelelő forrása, sem pedig a helyi önkormányzatok nem rendelkeztek elegendő pénzzel. Én mégis azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, még akkor is, ha volt egy-két elég súlyos esemény Magyarországon, azért ezek a szervezetek, mind a helyi önkormányzatok, települési önkormányzatok, mind a tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek azért helytálltak és tették a dolgukat. Gondoljunk csak az árvizekre, akár a Dunai vagy a Tiszai árvizekre, a nagy balesetekre, a vasúti balesetekre, a közúti balesetekre, azok mentésére, de ilyen volt Kolontár, vagy a különböző műszaki mentések, amikor világháborús bombákat találtak vidéken, vagy éppen Budapest valamelyik kerületében. Úgy véljük, hogy ez a törvényjavaslat viszont nem szól másról, mint egy centralizált szervezet kialakításáról. Nem látjuk a javaslatból, hogy mi lesz a vége. Egy totális, független szervezetet akarnak-e létrehozni?
létrejöhet egy olyan mamut szervezet, aminek a fenntartása nagyon komoly költségeket fog róni a mindenkori költségvetésre, és akkor megint ott tartunk, mint a mostani szabályozás által kialakított rendszerben, ami a problémát okozza, hogy nincs forrás, hogy állandóan a forráshiányról fognak panaszkodni az érintettek, legyenek azok tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek, tüntetések lesznek a bérekért, a jobb munkafeltételekért, a munkavállalói jogosítványokért. Tehát az igazi kérdés az, hogy egy mamut szervezet jön létre, amelyik mindig nehezebben változik és nehezebben alkalmazkodik, vagy pedig marad a már említett egymásra épülő, jobban alkalmazkodó rendszer, amelyik bizonyított az elmúlt 10 évben. A törvényjavaslat leginkább kiemelendő eleme az, amely a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló törvényt módosítja. Legfontosabb módosítás ebben a részben az, hogy az állami feladatként, fogalmazza meg a törvényjavaslat a tűzoltást és a műszaki mentést. Ennek egyik eleme, illetve az állami szerepvállalásból következik, az a módosítás, miszerint megszűnik a hivatásos önkormányzati tűzoltóság és helyére az egységes katasztrófavédelmi rendszeren belül működő állami tűzoltóság lépne. Átvéve az önkormányzati tűzoltóságok vagyonát, eszközöket, feladatukat és a személyi állományt is. Azzal, hogy az állam átveszi a feladatot, minimum kérdés az, hogy hasonló színvonalon megközelítőleg ugyanakkor a költségvetési ráfordítással kívánja működtetni a rendszert. A ma működő rendszer egyik jellemzője, hogy az önkormányzatok helyi szinten jelentős összegekkel támogatják a tűzoltóságok működését, ezzel is biztosítva a feladat magas szintű ellátását. Véleményünk szerint a jelenlegi törvényjavaslatban nincs semmi garancia arra, hogy ez továbbra is így lesz. A költségvetési, illetve a bizottsági vitában is itt a parlament előtt már államtitkárulat kérdeztem egy interpellációba, hogy ez az összeg, ami kb. 2 milliárd forintot tesz ki, ez valójában honnan lesz pótolva majd a feladat ellátás során? Igazából nem született erre válasz, és természetesen ez a pénz nem csak a működést, hanem a különböző pályázatok önrészét is biztosította az adott tűzoltóságok számára, ami a jobb eszközállományt biztosította, eszközfelszerelést biztosította. Több jelentős kérdést vett fel az állami szerepvállalás. Hogyan kompenzálják az önkormányzatokat? Mi lesz azzal a vagyonnal, amit eddig ők fejlesztettek? Miből fejleszti majd az állam a tűzoltóságokat? Mi lesz a korábban jó részt önkormányzatok által finanszírozott fejlesztésekkel? Hogyan kerülnek kárpótlásra az önkormányzatok? A vagyonátadás valóban úgy történt, ahogy államtitkár úr elmondta, akkor ingyen kapták meg az önkormányzatok az eszközöket és a laktanyákat, de az elmúlt 10 évben nagyon komoly fejlesztések történtek ezen a területen, laktanyafelújítások, eszközök vásárlása, és ehhez az önkormányzatok igen komoly forrásokat biztosítottak. Nos, ezekre a kérdésekre nem kapni választ, mint ahogy arra sem, hogy milyen költségvetési hatása van a rendszer ilyen irányú átalakításának. Ezek a számítások, ezek a háttértanulmányok valójában hiányoznak a javaslatból, ezeket nem sikerült megismernünk. Ugyanakkor a törvényjavaslatban az is szerepel, hogy az önkormányzatok továbbra is fenntarthatnak tűzoltóságokat. Ezek a korábban működő önkéntes, azaz köztestületi tűzoltóságokból alakulnának át önkormányzati tűzoltósággá, önkéntesen végeznék a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Kérdés persze, hogy ezeket miként, milyen módon finanszírozná a költségvetés, kapnának egyáltalán valamilyen támogatást. A törvény nagyon részletesen szabályozza az általuk ellátandó feladatot, a szakmai hátteret, és ez szerintem egy helyes dolog, de a finanszírozás nem ilyen. Ezért is fontos kérdés, mert a javaslat is elismeri, hogy ezek az önkéntes tűzoltók, tehát hogy őrájuk az ország teljes lefedése miatt szükség van. Az ország területének mintegy 1/5, azaz 20%-át az elsődleges tűzoltási, műszaki mentési feladatokat ilyen tűzoltóságok látják el, az ő személyzetük biztosítja az elsődleges mentést. Mindezek mellett persze a települési önkormányzat továbbra is támogathatja a hivatásos tűzoltóságot, és persze támogathatja a saját önkormányzati tűzoltóságát. Ez egy kicsit azért furcsa, hiszen miért támogatná az önkormányzat azt az állami tűzoltóságot, ami persze az ő területén van, de már nem az ő működtetésében. Fontos lett volna egy rendezőelvet megfogalmazni a törvényjavaslatban, nevezetesen azt, hogy 15 vagy 20 percen belül bármelyik helyet el lehessen érni, tehát a lefedettség mértéke hogyan alakul, hiszen ez mindenki számára megnyugtató lett volna, ha tudják, hogyha bármilyen baj, katasztrófa,
esetleg nyári zápor vagy éppen tűzeset történik, akkor 15 vagy 20 percen belül számíthatnak arra, hogy akár az önkormányzati, akár most majd az állami tűzoltóság ott lesz a helyen, és meg tudja kezdeni a mentést, az értékek mentését. De nézzük, hogy hogyan néznek ki a finanszírozási rendszer a törvény szerint. A hivatásos tűzoltóság létesítésének, fenntartásának a költségeit azt az állami költségvetés biztosítaná. Az önkormányzati tűzoltóság fenntartásával és működésével kapcsolatos költségeket a katasztrófa védelmi szerv központján keresztül lenne biztosítva egy szerződéssel és nem normatív alapon. Ebből kell gondoskodni a működési területeken kívüli vonulások költségeiről is. Látható tehát, hogy egy nagyon erős központosított rendszer alakul ki, nem csak szakmailag, a szerkezetet tekintve, hanem a finanszírozásban is ez megjelenik. Míg az önkormányzati tűzoltóságok létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek fedezetéről a székhely szerinti települési önkormányzat, az önkormányzati tűzoltóságok által védett településeken az önkormányzatok együttesen kellene, hogy gondoskodjanak. A központi támogatást csak abban az esetben kaphatnak, ha az általuk végzett feladat amúgy állami feladat lenne. Ekkor a fedezetről arányosan a központi költségvetés gondoskodik. Ezt egy szerződésben kívánja a törvényjavaslat rögzíteni. Sajnos nagyon megengedő és nagyon lazán fogalmaz ebben a kérdésben. Én félek attól, hogy rengeteg vita lesz majd az önkormányzati tűzoltóságok és az állami tűzoltóság között a szerződéskötés kapcsán. Ezért javasoltuk a bizottság ülésén, és erre fogunk módosító javaslatot is benyújtani, hogy ez a finanszírozás az önkormányzati tűzoltóságok esetében egy normatív finanszírozás legyen.